nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, és annak is örülök, hogy van egy hely, ha virtuálisan is, de össze tudunk futni, hiszen nagyon kevés lenne arra az esély, hogy ennyi ember ilyen sok helyről összeüljön fizikai szinten, tehát azt hiszem, hogy ennek a webkonferenciának ez is a lényege. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki most velünk tart, egy nagyon érdekes témát fogunk ma feldolgozni. Azt nem tudom, hogy feltették-e önök a kérdést maguknak, hogy miért tart Budai Károly minden este webkonferenciát. Online ügyeletet, ráadásul teljesen ingyen, regisztráció minden nélkül. Vajon mi lehet ezzel a cél? Én akkor hadd csúgjak meg egy kicsi műhelytitkot, mert március 21-én, amikor ez a koronajárványvírus helyzet kialakult, és kezdett nagyon komolyá válni, akkor Karesz azt mondta, hogy valamit tenni kell az emberekért, valamit kell tenni amiatt, hogy a pánik csökkenjen, hogy azok az a tünetek, amelyek ilyenkor megjelennek, azokat helyesen értékeljük, azoknak tudjuk az okát, hiszen maga ez az otthoni állapot és nagyon sok olyan újabb konfliktus megélését hozhatja az emberek életébe, amivel nem tudnak mit kezdeni. Azoknak a figyelmét hívnám fel, akik talán most vannak itt először, őket is nagy szeretettel köszöntjük, azokat is, akik már, ha szabad így mondani, régi motorosok, akik napról napra, hétről hétre követtek eddig is bennünket, ők nekik is köszönjük a jelenlétüket. Pont egy hónap. Igen, pont tegnap volt egy hónapja annak, hogy ez a webkonferencia rendszerré vált, és én minden nap, amikor Karesz felkonferálom, akkor az aznapos névnaposokat ünnepelném. Most köszöntök minden Csillát, Noémit és Kellen nevű hallgatónkat, mindenkit, aki ma ünnepli a névnapját, születésnapját, valamilyen jeles napot. Igyekszünk az előadások témájában nem a mindig ugyanúgy témát megtartani. Eddig már beszéltünk arról, hogy miként hat a COVID-19. Szó esett a MEL programokról, az elválasztásról, az aggódásokról, a nemi bajokról, szó volt a bosszankodásról, a felső légút panaszairól, a bűzkonfliktusokról, a nemi szervekről. És azt hiszem, hogy most eljutottunk oda, hogy azokról is szó essen, akik nem párkapcsolatban élnek, hanem egyedül, hiszen nekünk ők is nagyon fontosak, és szeretnénk ezzel a webkonferenciával is ezt megerősíteni, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. Főleg, ha minden este itt vannak. Így van, hiszen egy közösség várja önöket. És azért is találtuk a magányosság konfliktusát annyira fontosnak, mert pár napja kezembe került egy újságcikk, amely egy digitalizált újságnak az egyik rovatában egy olyan idős 80 éves férfiról számolt be, aki csak tejért és kenyérért ment el egy közeli boltba, mégis a lakhelyétől jó messze találtak rá, egészen pontosan 20 kilométerre az otthonától, a forgalmas 11-es úton Szentendre felé a Murvás Kavicsos út szélén bandukolt a szatyrával. A történet happy enddel ért véget, hiszen arra járt egy híres televíziós műsorvezető, akinek feltűnt az idős úriember, aki az autóktól pár centire haladt az út szélén a patkán, és segítettek neki. A segítség abban mutatkozott meg, hogy rendőri segítséget hívott a hölgy, de az volt a gond, hogy az úriember elfelejtette azt is, hogy hol lakik, és előbb azt mondta, hogy ő Budakalászon él. Ugyan Budakalász határában találták meg. Viszont az úriember a Budán lakott, és hát azért egészen messze keveredett a Vámház körúti hipermarket környékétől, azt kiszámoltuk, pont 20 kilométer távolságra van útjának a célpontjától. A történet több órás gyaloglást feltételezett, illetve teljes térbeli
dezorientációt, nem tudta, hogy hol lakik, merre akar menni, mit keres ott, és egyáltalán hogy keveredett oda. Még felismerült a kérdés, hogy 3 óra alatt 20 kilométert képes volt-e gyalogolni, vagy valamilyen autóbusszal közlekedett, nem emlékszik erre a történetre, semmire nem emlékszik, és pár nap múlva felkeresték az újságírók, és elmondta, hogy fogalma sincs, hogy hogy került oda, nem is értette, hogy miért indult el a 11-es főút felé, és mennyire szerencsés volt, hogy nem elhaladtak mellette az autók, és hagyták, hogy tovább bandukoljon, hanem odafigyeltek rá, és sikeresen hazaért. Pontosan ezt a szociális figyelmet szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ha látunk valakit, aki valószínű bajban van, vagy nem tudja, hogy merre van, mi történik vele, hová tart, honnan indul, mi az úti cél, akkor azt a sztereotípiát, hogy biztos részeg, biztos bolond, biztos szemlélés, azokat engedjük el, hiszen nem minden esetben kerül valaki önhibájából a beszámíthatóságának korlátai közé. Azt hiszem, hogy pont az lenne hivatott a germánygyógytudomány megismerése, hogy sokkal empatikusabbak legyünk egymással, hogy észrevegyük azt, hogy valaki bajban van, akkor is, hogyha nem adja ennek konkrét jelét, figyeljünk oda egymásra, figyeljünk oda azokra az emberekre, akik egyedül vannak, és hogyha van ilyen ismerősünk, akkor hívjuk fel, és jelezzük neki, hogy van ez a webkonferencia, akár ezt most is meg lehet tenni, még egy fél percig rabolom a Karesz műsor idejét, hát ha fel tudunk hívni olyan embereket is, akiknek jó lenne egy kis társaság, jó lenne, ha egy megértő közösség venni őt körül. A magányosság, az elhagyatottság és az egzisztenciális félelmek, most így a kijárási korlátozás, a munkahelyek veszélyeztetése, a kevesebb jövedelem, illetve a szociális távolságtartás miatt nagyon sok ember élheti meg azt, hogy teljesen elmagányosodik egyedül a négy fal között, hiszen azok a megszokott találkozások, azok a megszokott beszélgetések, személyes kontaktusok most teljesen megszűnhettek. Egzisztenciális félelem is megjelenhet, hogy kitart-e a nyugdíjam, látom, hogy fogy a pénzem, nem tudom, hogy meddig fog tartani, és hát mindenki annyit mond, hogy az az egy biztos, hogy semmi nem biztos, tehát ezzel így igazából mindenkinek a félelmeit, a szorongását erősíti ez a helyzet. Aztán gondoljunk csak arra, hogyha egyetlen egy emberi hangforrás a televízió, és valaki 7 nappal látéve hallgatja a televíziót, hogy legyen valamilyen emberi hang mégiscsak, ne érezzem magam egyedül, akkor miket hallhat most ezeken a csatornákon? Tele félelmet keltő, ijesztő, rémisztő hírekkel, statisztikákkal, adatokkal, kimutatásokkal, és hát azért gondoljunk arra is, hogy ezek az emberek, akik egyedül vannak, nagyon sokan pont az akadémikus meglátás szerinti veszélyeztetett kórcsoportban vannak, nagyon sok embernek a családtagja most más országokban van, vagy ott ragadt. Tudunk olyan ismerősökről beszámolni, akiknek gyerekei külföldön vannak, nem tud velük kapcsolatba kerülni. Hát, ha még időzónás eltolódás is van, akkor ez különösen nehéz, hogyha sokára kell fennmaradni, hogy tudjak a gyerekemmel 2 szót váltani, és akkor is azt mondja, hogy jól vagyunk, minden rendben, és de vajon tényleg jól vannak-e? Tehát ezért rengeteg olyan kérdés merül fel ilyenkor egy aggódó szülő fejében, amely csak még hatványozza a magányát. Hogyan lehet a magány, elhagyatottság és az egzisztenciális félelmek hatása alól kikerülni? Hogyan nyújt mindehhez a germánygyógytudomány segítséget? Mit kell egyáltalán a germánygyógytudományról tudni? Mi az, ami a legfontosabb, amit erről tudni illik? És szeretném felhívni az 5 természettörvényre a figyelmüket, és bár minden webkonferencia első pár fóliája az 5 természettörvény, mégiscsak itt kellene kezdeni a
a germán gyógytudománnyal való megismerkedést, azután, hogy kifedezte fel és hogyan, mert ha ez a gondolkodás menet, ez a gondolkodási struktúra, logika megmarad bennünk, és ismerjük, hogy hogyan tudunk megbetegedni, az miként zajlik le, és ennek az egésznek mi értelme, akkor már másképp tekintünk a testünk különböző tüneteire. Remélem mindenki itt van, akinek itt kell ma este lennie. Biztos, és senki itt, akinek nem kell itt lenni. Így van. Nagy szeretettel adom át neked a szót, Karesz. Köszönöm szépen, Rékard, ezt a csodálatos bevezetést, mert igen, amikor az empátia bennünk van, akkor tudunk a lelkünkre hallgatni. És hogyha tudunk a lelkünkre hallgatni, akkor már is föl tudjuk fedezni, hogy adott pillanatban, adott szorult helyzetben mi az, amit meg kéne tennem. Soha nem az, amit az agyam diktál. A lélek jelenlét pont arról szól, hogy a lelkemre hallgatok. És hát ebben segít nagyot, de hatalmasat Rékának a Facebook oldala, a rekaliza.com Facebook oldala, ahol a lélek jelenlét 10 részét meg lehet már tekinteni, és a pániktól egészen a, mondjál valamit. A lelkemmel való kapcsolatot. A lelke, hogyan vegyem fel a lelkemmel a kapcsolatot, igen? Ez az egyik kedvenc, favorit igen. téma, de beszélek a komfortzónáról, arról, hogy van egyáltalán ilyen, vagy nincs. Hogyan ismerem fel azt, hogy hol kellene, mit kellene tennem a pánik feloldásához, mit kellene tennem ahhoz, hogy a gondolataimat, az érzelmeimet megnyugtassam. Hogyan tudok kapcsolatba kerülni a lelkemmel, mennyire vagyok éber a jelenlegi igen. helyzetben, hogyan tudom az éberségem fejleszteni, és minden segít abban, hogy olyan dolgokra fókuszáljunk, amely segít egy ilyen szorongatott helyzetben, akár a magányosságérzést is igen. elengedni, átalakítani. Hát csak azért értem ki rá, hogy nem csak én dolgozok azon, hogy az embereknek a közérzetét, a félelem feloldását megoldja, hanem Réka is teljes erővel ezen dolgozik, és ténylegesen, ha legalább egy előadást megnézzünk egy nap a Réka Facebook oldaláról is, akkor egy olyan lelki töltetet kapunk ahhoz az anyaghoz, amit én elmondok, hogy úgy gondolom, hogy a kettő együtt meghozza azt a kívánt hatást, amikor is el tudjuk engedni a félelmeinket, mert mindig elmondom, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. Nos, a germán gyógytudomány nem indulhat el anélkül, hogy ne beszélnék két szót dr. Ike Gerd Hammerről, akinek köszönhetjük azt, hogy most már tudjuk, hogy hogyan működik a biológiai testünk. Tudjuk, hogy nem ismeretlen, nem rosszindulatú betegségekről van szó, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy feloldatlan félelmünk, egy aggódásunk, egy szorongatott helyzetünk, egy kilátástalan helyzetünk, és ameddig ebbe benne ragadunk, hát addig bizony a biológián próbál rajtam segíteni biológiai szinten. Tudjuk jól, hogy a 19 éves fiának a halála elvesztése okozta Hammer doktornak azt a heredaganatot, amit ugye kemo és sugárkezelés elkerült, mert ebbe ő nem egyezett bele, műtétbe beleegyezett, és hát amikor felépül és újra elkezd dolgozni, akkor épp egy rák klinikán találja magát, és a daganatos betegek mindegytől egyik kivétel nélkül el tudták mondani, hogy a daganat kialakulása előtt volt mindenkinek egy nagyon súlyos érzelmi megrázkodtatás, amiben benne ragadt. A képen látjuk Hammer doktor 19 éves fiát, aki a karjai közt halt meg 1978. december 7-én, miután 111 nappal azelőtt, vagyis augusztus 18-án az olasz trónörökös tök részegen egy második világháborús pisztolyjal halálosan megsebesítette. Ez a gyerek, ez az a csónakban aludt, senkinek nem ártott, egy fantasztikus művészlélek volt, és egyszerűen megmagyarázhatatlan volt abban a helyzetben, hogy ez miért történik, hogy történhet ilyen, és ráadásul a média a gyilkos mellé állt, amit aztán Hammer doktor súlyos övönalulütésként élt meg. Nem csoda, hogy hashártya, sejtszaporulatok is kialakultak nála. Amit a kollégái azt mondták, hogy ez már mind áttét, és hogy kevesebb, mint 1% a túlélési esélye. Nos, nyilvánvaló, egy apának a 19 éves fia karjai közt hal meg, azt nem fogja másnapra lenyugtázni, nem fogja tudni magát túltenni.
ez volt az a érzelmi sok, ami elindította a Hammer doktorban a heredaganatot. Ugye a feleségének 5 daganata indult el ezután, a tragédia után, és végül nem melldaganatban halt meg Sigrid Hammer, ahogy azt a különböző szkeptikus blogok írják, hanem szívinfarktusban halt meg szintén Hammer doktor karjai között, mert túlhajszolta magát mindazzal, amit ő elkövetett a megbillent család helyreállításában. Nos, ott tartunk tehát, hogy Hammer doktor felfedezik 1981-ben a rák vas törvényét. Hát természetesen akkor még nem tudta, hogy egyéb dolgot is föl fog ő fedezni, és a fia megjelenik álmába, és megdicséri, hogy igen, ez pont így van, ahogy te felfedezted, nyugodtan közölt, senki nem fogja tudni mondani, hogy nem úgy van, hanem is szó szerint idéztem mostan, amit Hammer doktor leírt, de ennek ez volt a lényege. 81 őszén Hammer doktor a Bajor televízióban és rádióban bejelenti a rákvas törvényét, és természetesen joggal gondolta azt, hogy a kollégái örülni fognak a felfedezésnek, hát pont nem így volt, pont az ellenkezője volt, és azt mondták, hogy vagy visszavonja, amit ő felfedezett, vagy kirúgják a munkahelyéről. Hát Hammer doktor ameddig csak lehetett a betegekkel kapcsolatban maradt, és kérdezte őket, és próbálta felfedezni az összefüggéseket a beteg története és a kialakult tünetek között. Az első természettörvény, a rákvas törvénye fölfedi számunkra, hogy egy érzelmi konfliktusról van szó. Tehát mégpedig egy félelem alapú érzésről, amihez nyilván gondolatokat asszociálunk, és ahány gondolatot kötünk egy félelemhez, annyi biológiai programot fogunk elindítani. Mindig egy váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó. Tehát ha nem tudtam befejezni ma a leckémet mondjuk egy diákról, az nem fogja olyan mélyen megérinteni, hogy ebbe belebetegedjen. A magányosság és az, hogy meddig maradok benne a konfliktusban, már ez két nagyon fontos és súlyos tényező, ami viszont csak tőlünk függ. Már itt is megjelenik, hogy magányosan éltem meg. Elszigeteltem, nem beszéltem senkivel, magamba fordultam, és benne ragadtam a konfliktusba. Ez az, amikor beülök egy szobának az üres sarkába, és magamra húzom a fejemet, és ott ülök, és ne szóljon hozzám senki, visszabújtam a csigaházamba. Most ez az az érzés, ami viszont elindítja az agy közvetítésével a szervi választ. Tehát van az a helyzet, amikor egy konfliktusos helyzetből, hát mondjam azt, hogy ideális esetben 2 perc alatt ki tudunk lépni, de legalább estére oldjuk föl azt a kellemetlen érzést, ami bennünk van, mégpedig érzelmileg. Nem agyalással, nem gondolatilag, nem megmagyarázom magamnak, hanem itt jön be az, hogy érzelmileg kell feloldani valamit. Na de hogyan? Hát éppen úgy, ahogyról beszéltem, empátiával, megbocsátással, megértéssel, és a germán gyógytudomány pont ebben segít, hogy megértsem azt, ha egy másik embernek megváltozott a viselkedése. Ha hirtelen nem úgy viselkedik, mint ahogy eddig megszoktam tőle, akkor tudom, hogy valami történt, ami az ő viselkedését megváltoztatta, tehát ezt konstellált állapotnak nevezzük, erről is lesz szó még a mai nap. A lélek itt nem azt a nagybetűs lelket jelenti, ami összeköt minket a forrással. Ez a lélek, kérem szépen, a pszichés megrázkódtatást jelenti, csak magyarul nem azt mondjuk, hogy pszichés megrázkódtatáson volt, vagyis egy érzelem és egy gondolat összeköttetésével, hanem magyarul azt mondjuk, hogy lelki szintű megrázkódtatás. Nos, ami a lényeges, hogy ma is zárjuk le békében a napjainkat, minden konfliktusunkat, minden aggályunkat, félelmünket, és ebben fog segíteni Hammer doktornak a My Studenten Naked című csodálatos varázsdallama. A sínekről annyit, hogy ezek azok a körülmények, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában. És ne feledjük el, hogy ezek eltűnnek maguktól, ha én érzelmileg oldottam fel azt, amit érzelmileg indítottam el. Lehet, kérem szépen, egy életen át kerülgetni a sineket, de mindig elmondom, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben. Ugyanis egy konfliktus helyzetben nem egyetlen egy megélésünk van, hanem legalább 5.
és ezért lesz az, hogy ötféle programot fogok elindítani, és nyilván azzal foglalkozok, aminek a legdurvábbak a szervi tünetei. Vannak, akik csak a sinekkel foglalkoznak, vannak, akik úgy gondolják, hogy a betegnek meg kell tanulni az egész germán gyógytudományt, és akkor majd ráébred arra, hogy mit kell tennie, és közben telik az idő, és a félelme nincs feloldva. Mi úgy gondoljuk, hogy a megoldás az, hogyha a germán gyógytudomány alapján beazonosítottam a tünetek alapján, hogy mit kell feloldani, és ebben segítjük a pacienst, hogy érzelmileg tudja elengedni mindazt, amit ő érzelmileg elindított. Nem sokkal az első természettörvény felfedezése után Harmer doktor, mint belgyógyász főorvos, akinek Röntgenből is volt szakvizsgálja és pszichiátrián is dolgozott, tehát egy tájékozott kollégáról beszélek, felfedezze a második természettörvényt, amit grafikusan ábrázol. Vagyis ábrázolja azt, hogy ez az értelmes biológiai különprogram hogyan fut le. Tessék észrevenni, nem betegségről beszélek. Értelmes biológiai különprogram. Egy külön program azért, mert különben nem indul el, csak ha én benne ragadok a konfliktusban. Ha én felezárom a napjaimat békével, semmi külön program nem indul el. Hiába éltem meg én egy konfliktust, ha ezt lezárom, akkor természetesen a biológiai szinten a szervi szintű válasz elmarad, vagy olyan csekély lesz, hogy észre sem veszünk. Tehát ez volna a cél, hogy rögtön megfogni a kiindulási pontján ezt az egészet. Nos, ha benne ragadunk a konfliktusba, akkor nyilván, hogy a konfliktus aktív szakasz tüneteiben fogjuk magunkat találni, és ezt mindenki felismeri, mert hogyha feszültség van bennem, ha összehúzódást érzek, ha hideg a kezem, hideg a lábam, ha nem tudok nyugodtan aludni, ha felébredek álmomból háromszor is, akkor vajon mi a baj? Béke van a lelkemben, vagy háború? Ezen el kéne gondolkodni, hogy mi az, ami nem hagy engem megnyugodni. És akkor már is megtaláltuk magát a konfliktust, a DHS-t. Természetesen a biológiánk sem ül a fenekén, hanem próbál nekünk biológiai szinten segíteni, hogy megoldjuk azt, amit mi érzelmi szinten még mindig nem tudtunk megoldani. Amikor a KM, a konfliktus megoldása megtörténik, akkor a biológián helyre rázza önmagát. És ennek a megoldást követő szakasznak az első részében már is betegnek érzem magam, pedig éppen gyógyulok. És miért érzem magam betegnek? Hát mert az exudatív fázis azt jelenti, hogy exudátum, vagyis sejt közötti, vagy szövetekben lévő folyadék gyülem fog kialakulni, ebből lesz a duzzanat. Aztán a gyulladás miatt lesz még fájdalom is. Aztán piros is lesz, ha fent van a felszínen. És aztán nem is mozog rendesen az a rész, ami fáj, ezt már mindenki tudja. És természetesen ez a duzzanat nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megjelenik, tehát még a fejem is fog fájni. Hát hogy ne keresgélnék a fiókban valami tablettát, ami erre pont jó lesz. Nos, ezt, ha tudom, hogy hol tart a programom, hogy mit oldottam meg, és hogy ezek a tünetek teljesen normálisak, amiket most mutatok, akkor jön az epileptoi időkrízis, ami természetes epilepsziás roham is lehet abban az esetben, ha a DHS egy mozgáshoz kötődő konfliktus volt. De az epileptoi krízisnek az a biológiai értelme, hogy az agyi központból kipréseljük a vizet. Ez egy nagyon lényeges dolog. Az első, hogy az agyi relé, az agyi központ jöjjön helyre. És kipréseljük a vizet szervi szinten is, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi vizet megittunk, és ugyanakkor itt fogjuk a legdurvább tüneteket is megtapasztalni. A következő rész megint egy piros színnel jelzett, vagyis megint meleg tüneteket adó helyzet, amikor egy eszméletlen fáradtság, egy extrém fáradtság tör ránk, amikor már a kedvünk ugyan jó, de úgy érezzük, hogy kifacsart mosogatórony vagyok, és természetesen ez alatt az idő alatt nincs erőnk kikelni az ágyból. Itt igencsak rászorulhatunk a család segítségére, hogy hozzon nekem ételt, vagy éppenséggel az ágytálat, vagy télen rakja meg a kályhát, hogy legyen meleg a lakásban. Ezek nagyon fontos dolgok, és hát ha nincsen segítség, akkor megint bejut a magány. Ne feledjük el, hogy ha a konfliktus megoldása után csinálunk szövettani mintát egy adott szervből, azt mindig rossz indulatúnak fogja a szövettan kimutatni.
Amikor a hengesedési fázisban történik meg a szövetlenül minta, akkor viszont ezt már jó indulatonak fogják elnevezni. Már is szeretném közölni, hogy a biológiában nincsen jó meg rossz, ilyen csak a mesében van. A biológiában értelmes biológiai különprogramok vannak. Mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. És hál' Istennek, hogy különprogram, mert különben nem indul el. Ha én unatkozom, attól nem betegszem meg. De az agyam nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt, tehát meg tudom én magamat betegíteni attól is, hogy belebújok a múltba, és régi emlékeket idézek fel érzelmileg. A harmadik természettörvény felfedezéséhez Számer doktor visszalapozott az alapokhoz, és minden orvos tanult embriológiát, sőt, tanultunk még biológiából is valamit arról, hogy a megtermékenyített petesejtből lesz a gyerek 9 hónap alatt. Na, ez a 9 hónapos fejlődési ciklus az, amivel az embriológia foglalkozik. A fejlődésnek 8.-10. napjában a csíra lemezek alakulnak ki a szedercsíra állapotból. Mindenki látott már szedret vagy málnát, amikor ezek a bogyók, vagyis ezek a sejtek átrendeződnek, 3 csíra lemezé, itt látjuk sárga, narancs és piros színnel. Na, itt beszélünk 3 csíra lemezről. Nyilván a valóságban nem ezek a színek vannak jelen, ezeket a színeket Hammer doktor adta, és ezek a színek a tudományos táblázatban ugyanígy előfordulnak, hogy tudjuk, hogy amit olvasunk, abból a színből, amilyen színre van nyomtatva a szöveg, hogy hol járunk. Mert ez a kép adja a logikus gondolkodást ahhoz, hogy bármilyen betegségről is beszélnek nekem, amit azóta fedeztek fel, mióta medicinát én befejeztem, hogy akkor is rá tudok jönni ennek a képnek az alapján, hogy mi az, mondjuk antifoszfolipid szindróma, erről már szóltam. Szóval egyszerűen csodálatos ez a kép, ez a rajz, különben ez volt az, ami engem teljesen megfogott, mert eszembe jutotta, hogy hello, hát ebből első éve vizsgáztunk. Ez tényleg így van, ezt még senki nem tudta megcáfolni, hogy ez ne így lenne. Tehát, ha valami az alapokra, a biztos alapokra épül, az akkor biztos, hogy egy értelmes dolog. A sárga színnel jelzett belső csíralemezből lesznek azok a sejtjeink, amelyek a túlélésünket, a puszta túlélésünket biztosítják, és az idegi központ az agytörzs, itt látjuk, nyílirányú metszetben, itt pedig látjuk a sárga színnel, majd még lesz róla egyéb kép is. Mi kell a puszta túlélésünkhöz? Hát természetesen levegő, víz és táplálék. És mivel ezeket én meg kell kapjam, hogy életben maradjak, ezért Hammer doktor falat, konfliktusoknak nevezte el az ehhez kötődő konfliktusokat, és nyilván a levegőfalat konfliktus az a halálfélelmi konfliktus, mert akkor erre a félelemre fog a tüdőm szaporodni, hogy legyen még nagyobb felületem, hogy levegőhöz jussak, hogy meg ne halljak. Aztán ott van a vesének az irányító központja, majd meg fogom mutatni, tehát a vese mindhárom csíralemezből tartalmaz sejteket. A szerveknél ezt figyeljük meg, hogy a legtöbb esetben a szerveknél mindhárom csíralemezből vannak sejtek. És pont ez magyarázza az egyes szerveknek az ilyen vagy az amolyan működését is. A vesének a vesegyűjtő csatornácskái azok, amelyek agytörzsi irányításra elkezdenek sejtszaporulatban átmenni, pontosan azért, hogy segítsen a bennem levő vizet visszatartani, mert a vízre szükségem van, hogy túléljek. A táplálékfalatot ugye nem kell magyarázzam, hogy itt táplálékfalatról beszélünk, de mint mondtam, agyam nem tesz különbséget valóságállom illúzió közt, tehát mindig, amit én meg szeretnék kapni, azt is falatkonfliktusnak fogjuk lereagálni, és aztán lesz belőle, akár gyomor, akár bélprogram. Elég nekem csak rágódnom, folyamatosan rágódnom a múlton, és kapok hozzá rendesen gyomorsavat, hogy meg tudjam rágni. Tehát ez ennyire egyszerű. Elég nekem attól félnem, hogy nekem kevesebb jut, vagyis kevesebb táplálékot tudok felszívni, mint a szomszéd, vagy mint a konkurens, és rögtön elindítom a vékony bélprogramot. Szóval ezeket azért mondtam példának, hogy értsük meg, hogy mit jelent az, hogy falatkonfliktus. És természetesen fényre és hangra is szükségünk van,
hogy a túlélésünk biztosítva legyen. Nos, a narancssárga színnel a középső csiralemez, vagyis a mezoderma sejtjeit mutatja nekünk Hammer doktor, és hogy mi alakul ki belőle? Hát minden, ami középen van természetesen, ezek a sejtek soha nem találkoznak a külvilággal. A kisagy és a nagyagy fehér állománya az, ami az innen származó, mezodermából származó sejteket irányítja. A kisagyról szó volt, amikor az aggódásról beszéltem, a meldaganatról, és az egyéb védekezés, támadás, vélt vagy valós támadásokról. Itt látjuk a kisagynak a Hammer doktor általi metszeti képét. Itt látjuk a két oldalt, a két mellnek a reléjét, ahova az aggódással kapcsolatos konfliktusaink csapódnak, a vélt vagy valós támadással kapcsolatos konfliktusok pedig ide az írhába, illetve hashártya, mellhártya és szívburok, ezek azok a szervek, amelyeket az kisagy sejtszinten irányít, mert ugye itt csak sejtszintről beszéltem, hogy sejteket fog ez is szaporítani, épp úgy, mint az agytörzsből kiinduló parancs sejtet szaporít a hozzátartozó szervekben. Ugye ne feledjük, hogy a kisagynak a finom mozgások egybehangolásában is fantasztikus szerepe van. Nem tudnánk kézimunkálni, hegedülni, írni, hogyha a kisagy nem végezné el az adott impulzusoknak, mondja kis imitását. Aztán itt van a nagyagy fehér állománya, narancssárga színnel látjuk, hogy ez innen fentről a piros mezőből hiányzik, vagyis ide való, mert ugye a nagy agynak van kérge, piros szín, és alatta van ez a fehér állományú rész, amiben természetesen idegi központok vannak, ezt látjuk itt kivetítve ezen a másik képen. Ide az önleértékeléssel kapcsolatos félelmeink fognak becsapódni, érzéseink, és nyilván a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti, a legkevésbé súlyos önleértékelés pedig a kötőszövetet, zsírszövetet érinti, vagyis olyan szövetekről van szó, amelyeknek közük van a mozgáshoz. A csont ugye az alapját képezi, az ízületek összekötik a csontokat, az izmok elmozdítják a csontokat, az erek ellátják az izmokat, hogy működjenek, és a kötőszövetben, illetve zsírszövetben találjuk azt a plusz energiát, ami a mozdulathoz szükséges, így könnyebb megjegyezni, hogy melyek azok a szövetek, amelyek sorvadnak önleértékelésre, majd fájdalmasan visszaépülnek a megoldásba. Itt a kivétel a zsírszövet, annak a szaporodása nem jár fájdalommal. Hála Istennek, mert nagyon sokan szenvednének akkor zsírszövet fájdalomtól. Nos, még a zsírszövetről egyébként is szó lesz, mert nem mindenki attól kövér, hogy zsír van a szervezetében, hanem attól kövér, hogy magányos, és a zsírszövetébe begyűjti a vizet, vagyis ha megoldja a magányosságot, lehet, hogy 10 kilót le tud fogyni néhány nap alatt. Csupán csak azáltal, hogy végre feloldja a magányosságot. Jó hír ez, hölgyeim és uraim! Tehát van értelme foglalkozni ezzel a súlyos érzéssel. A külső csiralemez vagy ektoderma sejtjeit, amint látjuk, az agykéreg irányítja, itt a piros baba az elválasztási konfliktusról szól, erről is beszéltem külön egy összefoglalóban, hogy milyen betegségek, kórképek, vagyis értelmes biológiai különprogramok tartoznak ide. És az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja. És most szeretném felhívni a figyelmet erre a jobb felső sarokban levő képre. Tudnunk kell, hogy ennek a képnek a jobb oldalán, így ahogy ránézünk, a jobb oldalán, ahol ez az egyetlen bejelölt hámeri góc van, ez a férfias birtokzóna. Amikor ide becsapódik egy konfliktus, ez azt jelenti, hogy lezár ez az oldal, és akkor mi fog megnyilvánulni a viselkedésünkben? Természetesen a nőies oldal, tehát férfinak, nőnek, jobbkezesnek, balkezesnek, mindegy, mindenkinek van férfias és nőies birtokzónája. A férfias viselkedés az a mániás, felfedezzük a világot, szétnézzünk, és ez a férfias viselkedés, a nőies viselkedés viszont a magába forduló, bezárkózódó, depresszív viselkedés. Ez a kettő egyensúlyban van, hogyha tiszta a birtokzóna. De hogyha a férfias birtokzónába becsapódik egy konfliktus,
ami ebben az esetben elegendő egy bosszankodás, és már is szomorúak vagyunk. Már is szomorúak vagyunk, ha csak a bosszankodásról beszélek, mert lezárt a férfias birtokzóna, és megnyilvánul a nőies. Nyilvánvaló, ha itt vele szemben van egy identitás konfliktusom is, akkor őrjöngeni is tudok, ez már agresszív konstelláció, mert van az agy két oldalán egy-egy aktív góc. Most, hogyha a nőies birtokzónába csapódik be valami, és szabad a férfias birtokzóna, vagy az ide becsapódott konfliktusnak nagyobb a súlya, mint az, ami a túloldalt van, akkor nyilvánvaló a viselkedésünk mániás lesz, mondhatnám, hogy felszabadultak, boldogok leszünk. És akkor rögtön kedvet kapunk ahhoz, hogy megismerjük a konstellációkat, de a birtok konfliktusokról szóló előadásban beszéltem erről, illetve akit érdekel, már a Casanova, Nymphoman és egyéb konstellációkról is elérhető webkonferencia, csak meg kéne nézni. Már akit érdekel, természetesen. Szóval azért hoztam itt fel ezt a témát, mert én megélem a magányosságot, és főleg az egzisztenciális konfliktust, kérem szépen. De eszem azt, elvesztettem a munkahelyem. Ez egy férfi számára, egy jobbkezes férfi számára a becsapódást ide jelenti, és ez azt jelenti, hogy ha lezárt ez az oldal, milyen lesz a hangulata? Hát már eleve depresszív. És ehhez még hozzájön az, amit még az agytörzs szintén fogunk hozzáadni. Tehát láthatjuk, hogy már is mondom, hogy egy konfliktusa nem egyetlen egy programot indítunk el, elindíthatunk mi elég sokat, és ez igencsak színessé teszi a képet. De nyilván, hogyha ismerjük ezeknek a viselkedés változásoknak a hátterét, gyökerét, okát, fokát, akkor ezeket még egy elég, hát hogy mondjam, szerte szétszórt levélből is össze tudjuk szedni és meg tudjuk fejteni. Nos, ott tartunk, hogy ismét a Hammeri iránytűt rajzoljuk be, felfedeztük az embriológiát, és kiderül tehát, hogy az ős agy által, vagyis kisagy és agytörzs által irányított programokban mindig sejtet építek, itt van a falatkonfliktus, a vélt vagy valós támadás és az aggódás, és a megoldásban lebontom a felesleges sejteket, persze ezek nem a kukába mennek, hanem a nyirokrendszer fogja lebontani. A nyirokrendszerről és a lépről külön webkonferencia van, tessenek megnézni, hogy milyen elképesztő dolgokat állítanak erről a drága nyirokrendszerről. Nos, a másik ugye a nagy agy, amint említettem, a kéreg és a fehér állomány együtt, itt mindig előbb sorvasztjuk a sejteket, a megoldásba pedig visszaépítjük. És van a működésváltozás, amikor konfliktusaktív szakaszban fékezek, gátolok valamilyen működést, és a megoldásban helyreáll a működés. Igen, helyreáll a működés, ha én ezt megengedem, ha nem fogom elakasztani a programot. De azt, hogy hogyan tudjunk magunknak krónikus betegségeket okozni, ezt majd a későbbiekben fogom kifejteni. Annyit tudnunk kell, hogy most azt mondtam, ugye, hogy a vesegyűjtő csatornákat az agytörzs irányítja, tehát ebbe az egészen sárga mezőbe tartozik, és mi a helyzet ezzel? Amikor én megélem azt a elképesztő érzést, hogy teljesen magamra maradtam, hogy senki nem akar engem megérteni, vagy van nekem egy társam, de minek? Összeköt minket a közös múlt, a banki adósság meg a gyerekek. Vagy ott van a kiszolgáltatottság érzése, amikor nem úgy érzem, hogy nem tehetem azt, amit szeretnék, mondom, ez egy tévhit, mert mindig van két lehetőségünk, csak kérdés az, hogy mit választunk, ugye? És itt van az egzisztenciális konfliktus, a lét konfliktus, ami azt jelenti, hogy a létezésem feltételei nincsenek biztosítva. Most erre pontosan úgy fogunk viselkedni, mint valamikor a partra vetett hal. Pontosan úgy fogunk viselkedni. Az a viselkedés változásnak a lényege, hogy a tudatállapot zavart lesz, és ezt konsternált állapotnak nevezzük. Az illető térben és időben nem tud tájékozódni, mint a 80 éves idős úr, akiről Réka beszélt, de eljuthat oda, hogy nem ismeri fel a rokonait, vagy a éppenséggel a családtagjait. És mi történt a partra vetett hal, amikor kikerült a vízből? Hát a biztonságot jelentő víz
számára megszűnt létezni, és akkor mit tudott csinálni? Hát megvárta, míg az első hullám vissza nem vitte a vízbe. De hogy addig is túléljen, le kellett zárnia a víz kijutását a szervezetéből, a mozdulatlanságával nyilván energiát is megtakarított, tehát ott maradt, zavart is a tudatállapotát, azt se tudja, merre menjen, emiatt nem is indul el sem, erre sem, természetesen. A lényeg, hogy minden túlélő programot a biológia örökít. És ugye a zavart tudatállapot viszont, tehát ez az érzés, szervi szinten fogja behozni nekem a vesegyűjtő csatornák lezárását, csak már elfelejtettük, hogy nem vagyunk halak. Tehát így már érthető, hogy egyre kevesebb víz fog ürülni vizelet útján, ugye, és szervi szinten megjelenik a veseelégtelenség, és kialakul a kancsalság, vagy divergens strabizmus. Vajon mitől alakul ki a kancsalság? Hát Hammer doktor tökéletesen bemutatja azt a kapcsolatot, ami a szem mozgató idege központ és a vesegyűjtő csatorna között van, mert ezek kérem szépen egészen véletlenül szomszédok, és hatnak egymásra. A szemészet GNM szemmel meg a skizofrén agytörzsi konstellációról szóló webkonferencia darabok be erre részletesen visszatérek. A lényeg az, hogy ilyen állapotban ugye a divergens strabizmus azt jelenti, hogy kétfelé áll a szeme az illetőnek. Előfordulhat, hogy egyik vagy mindkét szeme, attól függően, hogy egyik vagy mindkét veseje érintett. Itt látjuk az agytörzsi konstellációnak Hammer doktor által készített rajzát. Mindkét vesegyűjtő csatorna reléjébe becsapódott ez a magányosság, elhagyatottság, elanyátlanodottság, stb. És ennek a hatására szervi szinten ugye visszafogom a vizet, és közben a szememmel lesek a biztonságot jelentő víz felé. Ne felejtjük, hogy a pupilla valójában egy ős bél. Úgy működik, mint a bélrendszerük. Vannak benne sugárirányú rostok, és vannak benne körkörös rostok. És ez biztosítja, hogy a pupilla összeszűkül, vagy kitágul, vagyis ez már eleve a fényfalat konfliktus megoldását oldja meg. Ugyanakkor szemizmoknak a beidegzése az arról szól, hogy kifele húzza a szemet, tehát az orrunktól kifele jobbra és balra, hogy láthassuk azt a vizet, ami biztosítja számunkra a túlélést. Tehát ez ennyire ősi dolog, amiről én itt most beszélek. Most a kérdés csak az, hogy mikor is élünk mi meg ilyen állapotokat. Például a létfeltételek kerülnek veszélybe, ugye létkonfliktus. Elárverezik a házát valakinek, tönkre megy a termés, már megint a száj van. Vagy éppenséggel fagykár. Mondjuk megjött a fagykár, leszette az almafákról, a baracfákról a virágokat, most itt van az aszály, és az sem kell ki, amit elvetettem. De elpusztulnak a gazda megélhetését jelentő állatok. És elég hozzá mondjuk egy olyan járvány, amire mondjuk le kell ölnie az összes állatát, vagy egy olyan betegség, aminek hatására 3 nap alatt a teljes állatállománya elpusztul. Vagy azt érzi, hogy menekülnie kell, hogy életben maradjon. Értjük? Tehát vagy senki nem ért meg engem, magamra hagyatottnak érzem magam, és ne felejtjük el a kórház konfliktus sem, mert azt éli meg a beteg ember, hogy na behoztak engem ide meghalni. Tehát ilyenkor a sejtekből akadályt építünk a víz kijáratába, hogy életben maradjunk, és ezek nem mindig okoznak látványos veseelégtelenséget, és itt utalnék vissza az elhízásra. Mert ha nekem van egy frusztrált érzésem azzal kapcsolatban, hogy hát nem vagyok olyan csinos, meg már kövérebb vagyok, meg mi, hogy néz ki a hasa, meg akkora fenekem, mint egy koffer. Ezek nagyon durva, önleértékelő érzések, és nyilván amikor átmenetileg kibékülök ezzel az egész történettel, akkor vissza fogom építeni a zsírszövetet is, amit addig lebontottam, de mivel magányosan élem meg ezt az egész történetet, rengeteg vizet tudok ide
begyűjteni. Akár kérem szépen 6 hét alatt be lehet gyűjteni akár 30 kilónyi plusz súlyt, és ez nem zsír, ez kérem szépen ennek a 80-90%-a víz. Tehát ezért nagyon lényeges erről tudni, hogy nem kell teljes veselégtelenségem legyen. Igaz, hogy azt érezzük, hogy kevesebb vizeletet üritek, és jobban izzadok, és ugye ezt ráfogjuk a klimaxra, hölgyeim, nem attól izzadok én jobban, attól, mert magányos vagyok, és keveset vizelek. Pláne betartjuk a kreszt, hogy hú, meg kell igyak naponta másfél liter vizet. Tessenek csak megnézni, hogy vajon annyi vizelet ürül-e belőle, mint amennyi vizet megittam egy nap. És ha valakiből nem ürül annyi vizelet, mint amennyit megivott, akkor tudhatja, hogy valamilyen szinten vesegyűjtő csatorna szindrómája van. Hammer doktor felhívja a figyelmet arra, hogy a vesegyűjtő csatorna szindróma megértése és megoldása fontosabb dolog, mint a szívizom infarktusé. A betegek a felesleges víz visszatartásába halnak bele. Na de, ha én tudom, hogy része és alkotója vagyok a holografikus univerzumnak, tehát nem ragadok le az iskolába tanított fizikánál, hanem egy kicsit tovább lapozok. És egy holografikus univerzumban mindig mindenki mindenkivel kapcsolatban van, akkor élhetek én meg magányosságot. És ez a webkonferencia is azt a célt szolgálja, hogy értsük már meg, nem lehetünk magányosak soha egy pillanatra sem, erre próbálunk rásegíteni azzal, hogy ezeket a webkonferenciákat most napi szinten tartjuk. Rá kellene jönnünk arra tehát, hogy nem vagyunk halak, hanem tudatos emberi lények, csupán megfeledkeztünk arról, hogy jaj, kik is vagyunk mi valójában. Ugye bele vagyunk temetkezve a gondolatainkban. Azt hiszem, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Hatalmas tévedés. Amikor gondolkodom, akkor nem vagyok tudatos. Akkor az agyam csapong, vagy a múltba, vagy a jövőbe, és keresi a túlélés lehetséges változatait. Na most, ha a gondolataimat én helyes irányba terelem, akkor nem csak az anyagi szintig fogok látni. Az anyagban és a túlélésben vergődő embereknek persze ilyen tudatállapotban nem lehet tudatosságról beszélni, mert nem értik, miről beszélünk. Ilyenkor szükséges a családnak a hatható segítsége, hogy a létezése biztosítva legyen valakinek. Itt ilyenkor jön be az empátia, a megértés, és a cselekvő szeretetből adódó segítség. Mit tehet azonban az, akinek kórház konfliktusa van? Vagy meg nem értettségben, társas magányban él hosszú évek óta. Nos, ezért hangsúlyozom, hogy olyan sokszor, hogy a gondolkodásunkon, amíg nem változtatunk, addig semmi nem fog változni. De amint tisztázom, hogy ki vagyok én valójában, és ezután ez szerint is élek, na akkor fog elkerülni ez a kellemetlen életveszélyes állapot, de nem elég, hogy tisztázom, hogy ki vagyok, hanem naponta oda is kell figyelnem, hogy ne a biológiai álomvilágban maradjak, ne csupán a puszta túlélés legyen a célom, a programom, hanem a tudatos élet élvezete. Én azt szoktam mondani, hogy létezem és élvezem. A krónikus betegségeknek itt van a vázlata, aki túl egészséges és szeretne megbetegedni, innen választhat magának programot. Ha nem oldom fel a konfliktust, a magányosságot, mi történik? Eljutok a veseelégtelenségig. És azt fogják hívni, azt fogja mondani az orvos, hogy azért zavart a tudatállapota a betegnek, mert túl magas a méreganyag szint a szervezetébe, és megtámadta az agyat. Ez akkora őrültség, hogy hihetetlen. Kérem szépen, az agyban van vér, agy, gát. Ott bármi nem tud átmenni az idegszövetbe. Azok a dolgok, amelyek a vérben felgyülemlenek ilyenkor, nem véletlenül gyülemnek fel, azért gyűlnek fel, hogy tápláljon minket az, ami felgyülemlik. Tényleg nem beszélek konkrétumokról, mert akit érdekel, az megnézi a veséről szóló webkonferencia anyagot, és ott képletekben láthatja, hogy hogyan fogunk mi a káros anyagnak nevezett anyagból újra fehérjét felépíteni. Tehát az anya természet nem csak vizet, hanem táplálékot is próbál számunkra szolgálni.
Természetesen van olyan, hogy policiklikus lefolyás, és az azt jelenti, hogy visszatérő gyulladásaim lesznek. És ha visszatérő gyulladásaim lesznek, akkor ki fognak alakulni a vese kelyhek szomszédságába azok a bizonyos kis ciszták. Ami azt jelenti, ha a vesekehely szomszédságában van cisztám, ezek elég nagy méretűek szoktak lenni, már a 7 centis veséhez képest, ugye, az azt jelenti, hogy volt nekem ilyen súlyos magányosság, stb. Érzésem, de megoldottam, és az ott maradt lukat természetesen folyadék vizelet fogja kitölteni, ez semmi, de semmi rosszat nem jelent, ez nem fog elrákosodni. Az elrákosodás csak azt jelenti, ha újraindítom a programot. A függő gyógyulás viszont azt jelenti, hogy folyamatosan a gyógyulási szakaszban vagyok. És akkor kérem szépen, ne csodálkozzunk, hogy éjszaka izzadok, és háromszor kell pizsamát cserélni. Hogy állandó hőemelkedésem van, hogy nagyon gyengének érzem magam. Hogy ott van bennem a víz, begyülem lehet. Olyan a reggel az arcom, mint egy Michelin babának. Szóval ezek a tünetek azért fel kellene hívják a figyelmet, hogy drága kedves gazdám, talán át kéne vegyed az irányítást, mert én, mint biorobot, én csak ennyit tudok segíteni neked. Amikor mondtam, hogy átveszem az irányítást, kilépek a biológiai államvilágból, akkor ez már nem történhet meg. A germán gyógytudomány fantasztikus eszköz abban, hogy először is biológiai tudatosságunk legyen. Legalább annyit tudják, hogy a biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik. Ha már ebben meg tudok nyugodni, akkor nem indítok el feleslegesen pánikot, és nem indítok el következménykonfliktusokat. Ez hatalmas eredmény. Ez hatalmas eredmény, mert az emberek aztán ebben fognak frekvenciát váltani, hogy annyi programot elindítanak, hogy ezt már a biológia nem bírja ki. A következő lépés viszont az volna, hogy megértem, hogy a szervi szintű tünetei mire utalnak, tehát mind kell nekem változtatni. Mind érzelmileg, mind gondolatilag. Na, ez már egy következő lépcsőfok, és ezen változtatok, akkor természetesen az adott program már nem fog előjönni. Jaj, de még van egy pár program Hammer doktor táblázatán, talán nem kéne az egész táblázatot végig tesztelni. Hát akkor mit kéne tenni? Hát tegyük feleslegessé az egészet. Éljünk úgy, félelmek nélkül, tudatos emberi lényként, hogy meg se betegedjünk. Mert amint tudjuk, a megbetegedéshez mindig kell egy félelem alapú érzelmi megrázkódtatás, amiben benne kéne maradnom. Ezért térek vissza megint az első törvényre, hogy ezért ennyire fontos. Ezért ennyire fontos beszélnem minden nap az öt természettörvényről, mert ha az alapokat nem értjük meg, beszélhetek én bármilyen külön programról. Az éppenséggel annyit ér, mondja meg, doktor úr, mitől fáj a vállam, megmondom, és csinálja tovább úgy, mint eddig. Ezért lényeges az egészet végighallgatni, és főleg a kérdésekre adott válaszokra odafigyelni, még akkor is, ha azt gondolom, hogy ez engem nem érint meg. Nagyon örülök azoknak a visszajelzéseknek, amelyek beismerőleg hatnak, és írják le, hogy kérem, hát igen, valakinek adott válaszából egy szó megérintett engem, és már is rájöttem, hogy mi illik ebből rám. Tehát aki figyel, az nagyon sok mindent helyre fog tudni tenni, még tanfolyami ismeretek nélkül is. Mert, mint mondtam, a gyógyuláshoz nem kell megtanulni az egész germán gyógytudományt. A germán gyógytudományból meg kell értenünk, hogy mit kell nekünk rendbe tenni érzelmileg. Ezért tartunk mi megoldásorientált háromnapos képzéseket. 87-ben a harmadik törvénnyel együtt, szinte egy időben fedezte fel Hammer doktor a negyedik természettörvényt is, mert azt már Louis Pasteur óta tudjuk, hogy volt egy Antoine Béchamp Louis Pasteurnek a kortársa, egy tőle 6 évvel idősebb tudós ember, Antoine Béchamp. Persze erről a tudós emberről még egy zsákutcát se neveztek el, még Párizsban sem, mert ugye pont az ellenkezőjét állította annak, amit Louis Pasteur állított. De Louis Pasteur nem tudott hazugságban meghalni, a halálos ágyán elárulta, hogy igen, nem a baktérium számít, hanem a környezet. Úgyhogy tessenek odafigyelni a bennünk élő
baktériumok, gombák, vírusok a mi barátaink, nem az ellenségeink. Tessenek megérteni, hogy ezek ellen nem kéne küzdeni. Nyilvánvaló, hogy a számuk annál nagyobb lesz, minél tovább ülök a konfliktus aktív szakaszban. Én nem mondom azt, hogy egy súlyos tüdőgyulladásban nem kéne antibiotikumot beadni. Mert ott mi a probléma? Az a probléma, hogy túl sokat ültem a konfliktus aktív szakaszban. A biológia nem arra van kitalálva, hogy hetekig, hónapokig, évekig ne oldjunk fel egy konfliktust. A biológia pillanatban él, és a pillanatnyi helyzetre ad egy biológiai választ. De nem azért, hogy én azt a pillanatot évekig fenntartsam. Tehát ezért volna jó, ha lezárnánk békével a napjainkat. Tehát a gombák és a mikobaktériumok, gombabaktériumok segítenek lebontani a felesleget, a baktériumok és a vírusok segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket. Az ötödik természettörvény a lényeg megértésének a törvénye. Remélem a lényeget megértettük, ha kinézünk az ablakon, és látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Ha ezt megfigyelés alapján én el tudom fogadni, hogy ez így van, mert szerintem még senki nem látott depressziós nyulat lefeküdni a vasúti síndre, mert ő öngyilkos akar lenni. De ha látott valaki ilyet, szóljon. Ilyen az állatvilágban nincs. A biológia mindig a túlélésért küzd. A lényeg, hogy megértsük, hogy mindennek értelme van. És ezért nevezi értelmes biológiai különprogramnak Hammer doktor ezt a történetet, amit ő grafikusan is ábrázol. És rámutat arra, hogy mindennek értelme van. Minden eddig betegségnek nevezett folyamatnak értelme van. Csak hát ugye mi meg akarunk szabadulni a fájdalomtól, gyorsan-gyorsan múljon el, mit kapjak be, hogy? Kérem szépen, a germán gyógytudomány nem tiltja az ésszerű gyógyszereknek a szedését. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban is van webkonferencia 2 is, gyógyszeres kezelésről, meg az értelmes kezelésről a germán gyógytudományban. Tessenek megnézni. Tehát lehet fájdalmat csillapítani, de nem morfiummal, és nem fentanil tapasszal, vagy ehhez hasonlókkal. Lehet fájdalmat csillapítani, nem kell szenvedni. De ha hallgatnánk az eredeti Hammeri dallamot, a My Student and Mayhem, akkor vajon mi történne? Erről is van webkonferencia anyag, ajánlom mindenkinek figyelmébe, és aki kéri az eredetit, megkapja tőlem, ha levélben kéri. Ne itt írjon, levélben írjon, főoldalon lehet kapcsolatfelvétel létesíteni. Remélem mindenkinek logikusnak tűnt mindaz, amit elmondtam. Annyira logikus, hogy ez tényleg tudomány, mert reprodukálható, mindenkinél ugyanígy fog megtörténni. És nem az a kérdés, hogy milyen rasszhoz tartozik ez az ember, hogy afrikai vagy éppenséggel eszkimó. Akinek halálfélelme van, az tüdőszövetet fog szaporítani, és pont. Tehát ez ennyire egyszerű. Még az állatok is a halálfélelemben tüdőszövetet szaporítanak. Tehát itt nincs mese, ezek egyetemes törvények, amik vonatkoznak az emberre, állatra, növényre és egysejtőre egyaránt. Tehát nem kell állatkísérleteket csinálni ahhoz, hogy új dolgokat megismerjünk, hanem az embriológiát kéne komolyan venni, amiből már levizsgáztunk, csak a receptírásnál ugye nem használjuk, és az 5 természettörvényt. És ne feledjük el a mai napunkat is békével lezárni, vagy szenvedünk tovább tudományosan.